Nagyjából egy-két héttel ezelőtt hallottam a Terrifier 2 című filmről, ami azzal vált híressé, úgymond virálissá, hogy sokan a vetítéseken konkrétan elhányták magukat. Mások elájultak, rosszul lettek, vagy nemes egyszerűséggel ki kellett menniük a moziteremből, mert nem bírták elviselni az ott látottakat. Ez tehát bőven elég volt a filmnek ahhoz, hogy villámcsapásként robbanjon be a köztudatba. És nekem is azonnal felkeltette az érdeklődésemet ez a film, hiszen jó magam is elég nagy horror fan vagyok, nemrég készítettem egyébként pont egy ilyen toplistát a szerintem legfélelmetesebb horror filmekről. Tehát nem is volt kérdés, hogy a Terrifier 2-t nekem látnom kell. Még úgy is, hogy kimaradt az első rész, mert eléggé underground ugye a kettő is, az egy meg aztán főleg. És most, hogy megnéztem, már nyugodtan állíthatom azt, hogy ezután már sosem leszek az az ember, aki ezelőtt voltam. Ez a film az összes eddigi általam megnézett horrorfilmet egy csapásra matinévé varázsolta. De mégis miben rejlik a Terrifier 2 borzalma? Hogyan sikerülhetett ezt a hatást kiváltania? Erről szól a mai videó. Egy picikét késve, Halloweenre nem lett kész ez a videó, de ettől függetlenül én még mindig nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! A film alapszituációja nagyon egyszerű. Van egy gyilkos pantomimozó néma bohóc Art, aki halomra gyilkolja az embereket. De nem akárhogyan öl, hanem brutálisan, kegyelmet nem ismerve trancsíroz egész konkrétan. Már a főcím előtti nyitó képsorok is olyan expliciten brutálisak és felzaklatóak, amivel más horrorfilm általában zárni szokott. A film tehát nem árul zsákba macskát, és egyértelművé teszi már a leges legelején, hogy ehhez gyomor kell majd, amit itt két órán keresztül látni fogunk. És itt még csak nem is sejtettem, hogy később ennél még sokkal durvább dolgok fognak következni. A sztori tehát nem nagy szám, bár próbálkoztak behozni egy családot és egy halloweenozós szálat is, de ez mind csak sallang, másodlagos körítés a lényeg mellé. És hogy mi a lényeg? Nos, a válogatott, brutális, tabukat döntögető, vérengzős jelenetek. Innentől enyhén spoileres lesz a kibeszélő, szóval ha zavar az ilyesmi, jobb, ha most kikapcsolod a videót. Van egy olyan konkrét jelenet a filmben, ami engem még gyakorlott horror nézőt is, akinek tényleg sokszor elmondom ezt, de magasan van az inger küszöbe, szóval hogy engem is nagyon durván felkavart, és megbotránkoztatott, de tényleg. Art egy magányos nőhöz kopogtat be Halloween alkalmából, hogy cukorkát gyűjtsön, és némi kis unszolás után végre sikerül is szereznie zsákmányt. Csak hogy aznap éjjel visszatér, hogy meggyilkolja a nőt. Teszi mindezt olyan brutális és felkavaró módon, hogy az konkrétan beleégett a retinámba. A szemkivágás itt egy hétköznapi dolog nagyjából, de szegény nőt meg is skalpolja, és hasonló vérgőzös szörnyűségeket művel vele a hosszan kitartott jelenet során. Szóval szerintem ez a rész vitte a primet az amúgy is kiemelkedően brutális Terrifier 2-ben. Persze aztán a film második felére mondhatni megszoktam a vért és a végtelen gort, tehát a finálé sem ütött már akkorát nekem. Sőt, talán azt is mondhatnám, hogy a film egy bő fél órával talán hosszabb is a kelleténél. A több mint két órás játékidő bármelyik horrorfilmnél hosszúnak számítana, még a Démonok között kettőnél is rezgett a léc, de itt egy idő után már tényleg kifejezetten öncélúnak éreztem a film ilyen szintű túlnyújtását. Sem a sztori, sem pedig a karakterek kibontása nem indokolta ezt. Ettől függetlenül viszont a filmet csak és kizárólag ajánlani tudom, főleg, hogyha egy olyan darabot szeretnétek megtekinteni, ami tabukat döntöget és tényleg feszegeti az ember tűrés határát. Na meg persze, hogyha egy kiemelten megbotránkoztató és felkavaró filmet szeretnétek látni. Itt aztán tényleg nem finomkodtak senkivel és semmivel. Még a nőkkel és a gyerekekkel sem. Hát mondhatjuk, hogy pláne velük nem. Tehát ha van gyomrod végtelen mennyiségű művérhez és górhoz, akkor a Terrifier 2 mindenképpen a te filmed lesz. Gyengébb idegzetűeknek viszont nem igazán ajánlanám, ehhez tényleg kötélidegek kellenek, nem viccelek srácok, ezt halál komolyan mondom most, mert az amerikai mozikban is elég rossz vége lett, hogy gyengébb idegzetű emberek beültek erre a filmre, hiszen elhányták magukat, elájultak, rosszul lettek, szédültek, szóval tényleg durva hatást váltott ki a film azokból az emberekből, akik abszolút nincsenek hozzászokva az ilyen jellegű horrorokhoz. És mondom, én gyakorlott horror rajongóként, aki tényleg bírom a véres filmeket, meg a belezős dolgokat, még nekem is majdhogy nem megfeküdte ez a gyomromat,
nagyon beteg volt. Szóval abszolút meg tudom érteni, hogy ezek után valaki rosszul lett a film közben, és azt is bőven megértem, hogy elhányja magát valaki ezen, mert tényleg vannak olyan részek, amik nagyon csücskösek. Maradjunk annyiban, hogy enni nem szabad a film közben, ez egészen biztos. Sajnos itthon kicsi az esély rá, hogy ez a film mozikba kerüljön, de ettől függetlenül Amerikában nagyon szépen teljesít, és egyre több moziba jut el. A film büdzséje 250 000 dollár, és már egy-két hét alatt megtriplázta ezt az összeget a bevételek révén. Már a 7 millió dolláros bevételt is átlépte, ami egy ilyen alacsony költségvetésű filmnél nagyon szép teljesítmény. Szóval jöhet is a harmadik rész, aminek szépen meg is ágyaztak a stáblistás jelenettel. Ez tehát az én rövid tömör véleményem a Terrifier 2 című filmről. Nem a legfélelmetesebb film, amit valaha láttam, de mindenképpen a legbetegebb és legvéresebb film mind közül. Végezetül pedig kíváncsi lennék rá, hogy ti láttatok-e már a filmet, és ha igen, akkor hogy tetszett. Illetve ha nem, akkor tervezitek-e megnézni? Fejtsétek ki a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem, no meg hát azért is megéri feliratkozni, mert különben Art a bohóc eljön értetek, hogyha ezt nem teszitek meg. No de Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Mi legyen a téma, az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg. Csengőt fejed meg.